Kedves barátaim, már úton vagyunk hazafelé Phnom Penhbe, és elhagytuk Kompong Thomot, és van ez a település, ahol kőszobrászok laknak, és most meg akarom nektek mutatni, hogy hogyan élnek ezek az emberek, és milyen dolgokat alkotnak. Most megálltunk itt az út szélén, és most megmutatom nektek, hogy milyen dolgok vannak itt. Azt nem tudom, mennyi idő alatt csinálnak meg egy ilyen szobrot, de... Érdekes. Ezt ilyen zöldségek, meg csili, meg ilyenek összemorzsolására használják ezt a kőedényt. Mennyi fajta szobor van itt. Aztán lehet válogatni. Oh, it's out there. Yeah. Mm-hmm. And it's like a man there. Yeah. Boon Roy. Ah. $900 ba kerül ez. Tehát magyarán. Cyberman. Azt mondja, Jayavarman 7, ez a király. És ez $900 kerül, és ha ugye átszorozzátok majd dollárba, nem tudom most mennyi a dollár, durván olyan 300 ezer forintba kerül ez a szobor. Ani poman kiló? Poman kiló? Jó, vaj bún, a csarának bún rój. Aha. Bún rój. Bún rój kiló. 400 kiló. Ez a szobor. Komoly. Nézzétek, milyen nagyok is vannak.
Ane, an. Ani, ani thom, ani thom de klai poman ne. Thom ne bun pon. Pra? Bun pon. Pram bun pon. Bun pon. 9000 dollárba kerül az a, az amit középen láttok, az a. Az... Bay, bay mátkala. Aha. Bay mátkala. Ó. Thom. Három és 3,5 méteres, és 9000 dollárba kerül. Ez, a, ez amit az előbb mutattam, ez meg 900 dollárba. Na, hát akkor ennyi volt. Végül is megmutattam nektek, hogy ebbe a településen nagyon sok ilyen kőszobrász van. Ani, dojk nélne? Dojk aha. Okon, Chanom, okon. Bye bye.